Ebben a szolnoki háziorvosi rendelőben is jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik felső légúti betegségre emlékeztető tünetekkel érkeznek. A szamár köhögés szinte elkülöníthetetlen az enyhébb lefolyású felső légúti betegségektől, ám ha nem kezelik, két héten belül rendkívül erős köhögés, komoly torokfájdalom jelentkezik. Nem beszélve arról, hogy a beteg nagyon könnyen meg tudja fertőzni a környezetében élőket, éppen ezért javasolják az orvosok a szamár köhögés elleni védőoltás beadását. A várandós kismamáknak most a várandóság utolsó 3 hónapjában ajánljuk beadatni a védőoltást, azért, mert a anyai vérkeringésből a magzati vérkeringésbe a védőanyagok átkerülnek, és egy viszonylagos védettséggel jön a világra a kicsi baba, mert hogy a szamárköhögés elleni védőoltást az, hogy 2 hónapos korban kezdik el adni, és hát 1-2 hónapig gyakorlatilag védetlen lehet, de ha az édesanyja megkapja időben a védőoltást, akkor a baba már rendelkezik egy védettséggel, és hát szerencsés, hogyha a közelében lévők, akik segítenek a ápolásban, fürdetésben, pelenkázásban a kismamának, azok is beoltatják magukat, és hát mivel a szervezetünk azért felejt idővel, az immunvédekezés csökken, idősebbeknek és főleg a krónikus légúti betegségben szenvedő betegeknek érdemes ezt a védőoltást beadatni. Mivel a koronavírus fertőzések sem tűntek még el, ez is megnehezíti a betegek, de az orvosok dolgát, hiszen a két betegség tünetei nagyon hasonlítanak egymásra.